görgős ritmusok, elegáns mozdulatok és kifinomult viselkedés, így ismerhettük meg a Cirkkártán Sport Egyesület versenyzőit már több városi rendezvényen. Ma pedig bepillantunk a kulisszák mögé, vagyis hogy hogyan készülnek a versenytáncosok itt 60-ban. Köszöntöm Önöket, ez a Hello 60, jó szórakozást kívánok! Amikor a Cirkkártán Sport Egyesületre gondolok, mindig az jut eszembe, hogy szinte valamennyi városi rendezvényen láttam már a növendékeket táncolni, és hát már hosszú évek óta, mióta foglalkoztok itt táncoktatással 60-ban. Az egyesületünket 2001-ben alapítottuk, azóta vagyunk itt tulajdonképpen 60-ban is, illetve két nagy településtől el fel a Cirkkár TSE, Káposztásmegyeren Budapesten, illetve 60-60 környéki településeken tartjuk a foglalkozásokat, de kifejezetten versenytáncosokkal ezen a két településen foglalkozunk. Mennyire eredményesek a 60-i versenytáncosok? Hát én azt mondom, hogy mindig egy kicsit 60-hoz húzott a szívem. Én ugye Budapesten lakom, de már gondolkoztam rajta, hogy 60-ba költözöm, egy nagyon szép, nagyon élhető város. És hát a táncosok is nagyon-nagyon lelkesek, nagyon ügyesek, csak hogy a verseny eredményekről egy pár gondolatot. Zalaegerszegen voltunk tavaly novemberben az országos bajnokságon formációban, első helyezett lett a csapatunk, egyébként még több dobogós helyet is hoztak a formációs kategóriákban, illetve van két megyei bajnokunk, illetve két országos szabadidős bajnokunk itt a gyerekek között, akik 60-i születésűek, 60-i edzésekre járnak, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szépen képviselik a versenyeken 60, illetve most szombaton a második flamenco kupán a legkisebbek, mondhatom, akik 9-10 éves korúak, első, illetve második helyezéseket szereztek komoly nagy mezőnyökből, 15 meg 18 párokból is. Van kettő országos első helyezésem, és megyeimben van második helyezésem. Mennyi gyakorlás kell ez, hogy ennyire sikeres legyél? Hát biztos egy év tutira, hogy kell, de nekem könnyebb volt, mert ugye mindenkinek máshogy van hozzáérzéke, és nekem egy fél év elég volt. Ez attól is függ, hogy mennyire érdekel minket a tánc. Országos másodikok voltunk a párommal, és egyéb dobogósok is voltak, de ez volt a legjobb eddig. Mi az, ami igazán itt tartott téged a táncosok világában, miután elkezdted? Eleinte nem szerettem táncolni, mivel szüleim csak beírtak engem, hogy ugye valami sportot is csináljak, de ugyan 5. osztályfel elkezdtem szeretni, mert ugye mikor fiatalabb voltam, akkor nem tudtam olyan jól a figurákat, nem tudtam mindenki táncolni, és nehezebb volt igazából felfogni, hogy igazából mit kell csinálnom. Úgyhogy miután már megtudtam konkrétan táncolni, meg a közösség miatt is megszerettem, úgyhogy igazából ezt tartott engem itt. Thank you.
szigor és a fegyelmezettség, vagy inkább a könnyedség és a jókedv jellemzi inkább a versenytáncokat, akár a citkárnál, de egyébként így összességében is beszélhetünk erről. Igen, én azt gondolom, hogy a táncórákhoz nagyon fontos a jókedv, nagyon fontos az, hogy vidámak legyenek a gyerekek, de amikor tanulunk, akkor fegyelem van. Tehát akkor én is nagyon szeretem azt, hogyha rám figyelnek, próbálnak igényesen mozogni, és hát ez egy tényleg egy olyan testtudatot ad a gyerekeknek, amivel tényleg tudják fejleszteni a mozgás koordinációjukat, és ahhoz viszont kell a vasfegyelem. De persze ez az órának csak nagyon, nagyon kis része, a többi az vidám, játékos, szeretjük a zenét, szeretünk mozogni, tehát ez egy vidám műfaj. Tanulható egyébként a tánc, mármint olyan értelem, hogy bárki eljuthat egy egészen jó szintig, vagy valakinek azért annyira nem áll rá a lába. Én azt szoktam mondani, hogy mint minden sportág, mi sem vagyunk kivételek. Itt is jó, hogyha valakinek egy kis tehetsége. Én azt mondom, hogy egy egyharmad tehetség, kétharmad szorgalommal bárkiből lehet versenytáncos. Én azt gondolom, hogy azért a szórakozásunkhoz is hozzátartozik a civil életben, hogy elmegy az ember egy bálba, ott azért meg tudjon mozdulni, tudjon egy picit táncolni, és amit még én fontosnak tartok így az egyesület munkáján belül, hogy nem csak táncolni tanulnak a gyerekek, hanem tanulnak egy kis illemtan viselkedés kultúrát, hogy tényleg egy olyan felnövekvő nemzedék legyen, akik tényleg tudnak köszönni, tudnak bemutatkozni, és nem jönnek zavarba egy-egy ilyen rendezvényen. Fontos ez egyébként, a tánchoz szigorúan hozzá kapcsolódik a viselkedés kultúra is, vagy az illem? Én azt gondolom, hogy minden tánciskolában kell, hogy tanítsák a viselkedés kultúrát, ez nagyon szerves része tulajdonképpen, hiszen ez egy olyan speciális terület, ahol egy fiú és egy lány ugye együtt dolgoznak, ketten alkotnak csapatot, és ehhez azért be kell tartani azokat az íratlan szabályokat, ami ehhez a kapcsolathoz szükséges. Tehát nagyon fontos az, hogy tényleg a fiúk udvariasak legyenek, a lányok tudjanak nők lenni, tehát erre készítjük fel őket. Mi az, ami igazán megtetszett a táncban? Maga ugye a kultúra, ami van, meg a mozgás, tehát nekem a mindenem. Vannak kedvenc műfajok is? Hát igen, például a szamba, az egy olyan tánc, amiben minden feszültséget le lehet vezetni, és az egy ilyen boldogság. Tehát erre nincsenek szavak. Miközben táncolunk, a közben elfelejtünk mindent, csak magunk vagyunk és a párunk. És ennyire felszabadultak például a versenyek is? Hát igen. Ott hangos a zene, tehát ott jön minden, mindent bele kell adni, és bennünk van a versenyszellem. És hogyan látod, az élet más területein is tudod hasznosítani azt, amit mondjuk egy-egy táncórán, vagy amit a tánc ad neked? Persze, például iskolában is, amikor vannak ilyen programok, akkor is tudom hasznosítani, hogyha például szükség van egy bemutatóra, én ott vagyok, vagy akár a párom. Tehát ilyenekben részt veszünk meg, mindig ott vagyunk, ha kell. Yeah.
Nálunk 3 éves kortól jönnek a gyerkőcök táncolni, illetve vannak elsősök, másodikosok is, akinek a testvére ide jár hozzánk ovistáncra, akkor a nagyobbik testvér is jön és csatlakozik hozzá. Mit tanulnak meg a kicsik egyébként ezeken az órákon? Mit tanulnak meg? Egy év alatt 9 táncot tanulnak meg a gyerekek. Egy év alatt, igen, 2 záró bemutatónk van egy évben. Az első záró bemutató télen van, akkor 6 táncot már bemutatunk a szülőknek. A második záró bemutatónk tavasszal van, tavasz végén, nyár elején, akkor már kész a 9 tánc. De az idei csoportom annyira ügyes, hogy valószínűleg 10 táncot fogunk már bemutatni a májusi záró bemutatón a szülőknek. Milyen gyorsan tanulnak meg egyébként egy-egy koreográfiát? Láttuk most már itt a bevezetőben, hogy azért már jó néhány koreográfiát egészen jól ismernek a kicsik. Igen, a legkönnyebb táncunk az a kacsatánc, az 1 óra alatt már elsajátítják a gyerkőcök, ez az első óra tananyagja tulajdonképpen. Vannak komolyabb koreográfiáink is, mint például a diszkó, ezt 4 hét alatt szokták megtanulni körülbelül. Ugye minden órán veszünk új anyagot, és minden órán van ismétlés. Úgyhogy minden táncot minden órán eltáncolunk, amit csak tudunk. Vannak versenyek is egyébként az ilyen piciknek? Nem, óvodásoknak nem rendeznek még táncversenyt. És mennyire feszes az ő órájuk abból a szempontból, hogy ugye hát természetesen a versenytáncok, illetve minden táncot nagyon sok szabály követ, illetve rendkívül sok leszabályozott mozdulat van. Ez mennyire igaz a kicsikre? Nagyon, nálunk nincsenek az ovistáncon, nincsenek szabályok, hogy most mi alapján kell. Nyilvánvalóan az elsődleges szempont az az egészséges mozgás. De semmi olyat nem csinálunk, amit az ő koruknak megfelelően nem lehet csinálni. Értem itt az alatt az emeléseket, ugye különböző ugrásokat, ilyeneket mi nem teszünk bele, ilyen akrobatikus elemeket a tánckoreográfiánkban, mert nem egészséges ennek a korosztálynak még. Milyen korán érdemes elkezdeni a táncot annak, aki mondjuk később ezzel akar foglalkozni? Nincs elég korán. Amikor a gyerkőc úgy dönt, hogy kibírja itt a 45-60 percet, akkor jöjjön és táncoljon. Thank you.
Azok is jöhetnek, akik nem feltétlenül versenytáncolni szeretnének, csak jól táncolni? Nem vagyunk versenyistáló, tehát én azt szeretem, hogyha a gyerekek tényleg akkor mennek versenyezni, akkor mennek fellépni, amikor ez náluk igényként jelentkezik, tehát nincs semmilyen kötelezettség, mindenki jár az edzésekre, és hasznosít belőle akár a civil életben, vagy akár a sportéletben. Van több olyan táncosunk, akik már egyetemen, főiskolán járnak most iskolába, és mégis valahogy azért az életükbe belefér a társas táncolás, tehát tulajdonképpen azért ez el tudja kísérni az ő életüket. Mi az Egyesület fő hitvallása? Mit gondolnak igazán magáról a táncról, vagy a tánc körüli életről? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon elegáns dolog, tehát ez egy nagyon elegáns sport, amit csinálunk. Én sajnálom, hogy amikor az új sporttörvény létrejött, illetve megalkották, hogy ezt a művészeti ágat megpróbáltuk belehúzni ebbe a sportágba, de én azt mondom, hogy most már tényleg olyan stratégiák vannak, olyan képzési stratégiák vannak a táncsport mögött is, hogy valóban érdemes ebben egy kicsit tovább gondolkozni, mert nem titkolt, hogy a Világszövetség ezt olimpiai sportággá szeretné minősítetni. Hogyan lehet csatlakozni az Egyesülethez, hol keressék a Cidkár Táncsport Egyesületet? Kedden és csütörtökön vannak a foglalkozásaink a Szent István Általános Iskola tornatermében, tehát el kell jönni egy edzésre, minden kötelezettség nélkül ki lehet próbálni. Ide az ifjúsági korú gyerkőcök járnak, illetve az óvodások pedig az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskolában járnak foglalkozásra, kedden 6-tól 7-ig vannak, úgyhogy ott pedig tényleg egy játékos foglalkozáson vehetnek részt, kis manócskák, mindig csodálom őket, hogy hogyan is tudják megtanulni azt, hogy 4 ilyet meg 4 olyat pedig még nem is tudnak számolni.
Kedves nézőink, ne feledjék, táncolni jó. Ez volt a Hello 60. 2 hét múlva ismét beköszönünk. Viszontlátásra!